Kedves kollégák, elérkeztünk az általános relativitás elmélet történetének második videójához, második és egyben utolsó videójához, amiben magát az elméletet és annak következményeit ismertetem természetesen a matematikai részletek nélkül. Mielőtt belefogok, azért, hogy jól értsük, visszalapoztam pár oldalt, az előző videóban be voltak mutatva ezek a diák már, de hogy ne legyen logikai döccenő a kettő videó között, azért fölidézem a legfontosabbakat. Az általános relativitás elmélet egyik előzményeként geometriáról beszéltünk, nem euklideszi geometriákról, de ami most igazán fontos nekünk, az a súlyos és tehetetlen tömegegyenértékűsége, amit ugye már Newton észrevett, és nem tudta megmondani az okát, hasonlóképpen, hogy a gravitáció okát se tudta megmondani, de aztán Eötvös Loránd és társai 1908-ra már 9 tizedes egy pontossággal, nagyon precíz mérésekkel igazolták, hogy ez így van, és ez lesz a súlyos és tehetetlen tömegegyenértékűsége, az általános relativitás elmélet egyik alapja. Aztán beszéltünk arról röviden, hogy a 19. században már elkezdték a kutatók az univerzum méretű gondolkozást is, az úgynevezett kozmológiával foglalkozni, hogyan keletkezett a világ, de nem mítoszok, hanem fizikai csillagászati elméletek szintjén, és lehetett tudni, hogy az univerzum kora minimum 100 millió, de inkább milliárd években mérhető. És megfogalmazódott Machban az a gondolat, hogy az univerzum anyaga határozza meg, mi is az az inercia rendszer, és ezek mind-mind befolyásolták Einsteint, amikor kitalálta az általános relativitás elméletet. És akkor most kezdünk bele igaziból az új anyagba. Nos, Einsteinnek az volt az ötlete, hogy a súlyos és tehetetlen tömegegyenértékűsége nem véletlen, hanem abból fakad, hogy a gravitáció egy geometriai jellegű hatás. Ugye súlyos és tehetetlen tömegegyenértékűsége. Tehát az, hogy a testeknek ugyanaz a paramétere írja le a gravitációs kölcsönhatást, meg a gyorsítással szembeni ellenállást. És ehhez Eötvös Loránd mérés sorozata adta az alapot. Einstein a következő gondolatkísérletet fogalmazta meg annak igazolására, hogy miért is olyan nagy jelentőségű a súlyos és tehetetlen tömegegyenértékűsége. Azt mondta, hogy képzeljünk el egy gondolatkísérletet, amiben van egy, mondjuk egy liftnek a doboza, ablak nélküli kis szobácska, amiben benne vagyunk. És elejtünk különböző testeket, mondjuk egy almát, ha már Newtonra hivatkoztunk előbb, vagy egy vasgolyót, vagy bármit elejtünk, és azt látjuk bezárva a dobozba, hogy ezek g gyorsulással esnek lefele. Einstein a következőt mondja, a súlyos és tehetetlen tömeg egyenértékűsége miatt a bezárt megfigyelő nem tudja megmondani, hogy az itt lerajzolt két eset melyik áll fönn. Az egyik, hogy maga ez a doboz, amiben bezárva vagyunk, áll mondjuk egy nagy tömeg a föld, mondjuk a Földnek a felszínén, és a Földnek a gravitációja létrehozza ezt a g-gravitációs gyorsulást, és ez vonza lefele az almát, a vasgolyót, meg minden mást, és ez biztosít g-gyorsulást. Avagy a másik lehetőség, nincs a közelbe égitest, csak hajtóművek vannak szerelve erre a lift dobozra, amik fölfele tolják g-gyorsulással ezt a dobozt, és valójában, amikor elengedem az almát meg a vasgolyót, akkor azok csak az eredeti sebességgel mennek tovább, csak én a liften együtt gyorsulok ezen az ábrán fölfele g-gyorsulása, és hozzám képest tűnik, hogy g-gyorsulással mozog ez a két test. Mivel a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékű, ezért nem lehet megkülönböztetni ezt a két esetet egymástól. Hogyha nem lenne azonos, és mondjuk azonos tömegű részgolyó
azonos tehetetlen tömegű rézgolyó nagyobb súlyú lenne, tehát erősebben érezni a gravitációt, akkor lenne különbség mondjuk egy réz meg egy alma lejtése között. Pontosabban itt a gravitációnál lenne különbség, ennél az esetben nem lenne különbség. Mivel azonban úgy tűnik, hogy a természet 9/11-re azonosnak veszi őket, ez biztos nem lehet véletlen. Nos, ez tehát Einsteinnek az első megfigyelése, hogy a gravitáció megkülönböztethetetlen a gyorsulástól. Ez az általános relativitás elmélet alapötlete. Itt hadd jegyezzek meg valamit, a speciális relativitás elméletén azt mondtuk, hogy Einstein alapozott a korábbi emberek munkáira, és valójában legalább 5 ember neve említendő a speciális relativitás elmélet felfedezői között. Nos, az általános relativitás elmélet az lényegében egy az egyben Einsteinnek a műve. Nyilván hát alapozott mondjuk ötös Lorán méréseire, ahogy itt említettük, de maga az elmélet ötlete, amit itt elmondunk, az tényleg Einsteinnek az ötlete. A gravitáció tehát megkülönböztethetetlen a gyorsulástól. Na most hogyan tudjuk a gyorsulást szemléltetni? Például úgy, hogy a speciális relativitás elméletben megismert téridő fogalmát hívjuk segítségül, ugyanis Einsteinnek az volt az ötlete, hogy a testek, mondjuk a Föld, meggörbítik maguk körül a téridőt, nem a teret, mint ahogy azt Riemann gondolta, hanem a téridőt görbítik meg, és a görbült téridőben a legegyenesebb vonalak, a lehető legegyenesebb vonalak, az úgynevezett geodetikus vonalak, azok, amiket követnek a testek, és ha ezek a görbült téridőben hajlanak, akkor nézzük, csak itt van egy üres test, sima téridő, leteszek egy golyócskát ide, a szépen ezen a vonalon megy, magyarán nem megy, egy helyben marad. De hogyha görbült a téridő, mert itt van mondjuk a Föld, ez a nagy piros golyócska, begörbíti a geodetikusokat maga körül, akkor egy ide letett test Einstein felfogása szerint nem érzi a vonzást, nem érzi távolról, hogy őt vonza valami, hanem csak a helyileg leköveti a lehető legegyenesebb mozgást, és ezért mozog úgy, mintha őt vonzaná a Föld. Ez tehát Einsteinnek a koncepciója, amit nagyon gyakran szemléltetnek az alábbi animációban, hogy képzeljük el, hogy van egy rugalmas, mondjuk kifeszített gumi felület, ráteszek középre egy nehéz golyót, a nehéz golyó meggörbíti ezt a felületet, és hogyha ezen a felületen egy kisebb golyót indítok el megfelelő helyről, megfelelő sebességgel, akkor az keringeni fog a nagy golyó körül, nem azért, mert vonza őt a nagy golyó, hanem azért, mert a nagy golyó meggörbítette maga körül a teret. És a golyó, a kis golyó csak azt érzékeli, hogy ahol ő éppen van, hogyan görbül a tér. Nos, fontos elmondani, hogy ez csak egy hasonlat, egy modell, nem szabad túl komolyan venni ezt. Ugye a téridő az négydimenziós, és a négydimenziós és még görbül is, azt nem lehet ilyen egyszerűen lerajzolni, tehát ne vonjunk le mélyreható következtetéseket, hogyha nagyon elkezdünk agyalni ezen a gumilapos hasonlaton. Az biztos, hogy Einstein pontosan megadja, tehát nem csak egy ötletet mond, hanem pontosan megadja azokat az egyenleteket, amik leírják a görbült téridőt. Ezek annyira bonyolultak, hogy meg se kísérelem ezt fölírni, mert órákon át tartana maga az egyenlet jelentését kifejezni. Az a lényeg, hogy Einstein megtalált egy egyenletet arra, nem méghozzá a görbült terek elméletén belül, nem is egy túl bonyolult egyenletet arra, hogy egy M tömegű test maga körül hogy görbíti be a téridőnek a geodetikusait, és ebből levezetett egy gravitációs elméletet. Na most Einsteinnek ez az elmélete egyrésztről megmagyarázott több tényt,
amit akkor már ismertek, másrészt meg új jelenségeket is előre jósolt. Miket magyarázott meg Einsteinnek az elmélete azokból, amiket a fizikusok már addig is ismertek? Egyrészt megadta a gravitációkát. Ugye említettük Newtonnál, hogy Newtont és kortársait zavarta ez a misztikus távolbahatás, hogy valami közvetítő közeg nélküli hatás lenne a gravitáció, tehát a Föld és a Hold között légüres tér van, és mégis akkor mi közvetíti ezt a vonzó erőt? Nos, Einstein azt mondja, hogy az közvetíti, hogy a téridő görbül, úgy is mondhatni, hogy nincs vonzó erő, tehát nem olyan vonzó erő van legalábbis, mint a rugóval összekötött testek között, hanem csak meggörbítik a testek a téridőt, és ezt érzi a másik test. Tehát nincs ilyen értelemben távolhatás, nincs közvetlen kapcsolódás. Aztán ebből természetesen következik a súlyos és tehetetlen tömeg egyenértékűsége, hiszen akkor minden kicsi test a nagy test által biztosított görbült téridőben azonos pályán mozog, hogyha azonos módon indítjuk el, hiszen ez egy geometriai hatás. És a bolygó, és volt még egy olyan tény, amit majd mindjárt részletesen is bemutatok, a bolygópályák elfordulása. Már Einstein előtt ismert volt, hogy a Merkurnak a pályája egy picit, egy icipicit eltér a newtoni elméletből számoltal, egy kicsit elfordul újra és újra minden keringéskor a Merkurnak a pályája, a nap közelpontja, és ezt Einstein elmélete nagyon pontosan meg tudta magyarázni. De az általános relativitás elméletnek voltak olyan következményei, amit csak utólag igazoltak. Ezek nagy részét is mindjárt részletesen átnézzük, csak szerettem volna itt egy oldalon összegyűjteni a legfontosabb dolgokat. Például Einstein elméletéből kijött, hogy a fény gravitációs térben elhajlik. Aztán kiderült, hogy erős gravitációs térben lassabban telik az idő. Persze ezek kicsiny hatások a hétköznapokban. Aztán az is kiderült, hogy gyorsan mozgó, nagy tömegű testek gravitációs hullámokat keltenek. Ezt nem régiben, pár éve igazolták kísérletileg. Meg olyan misztikus dolgok, mint a geodetikus precesszió és keretsodródás, ami így nem mond semmit, de majd mindjárt megmagyarázom ezeket. Na nézzük ezeket a legfontosabb dolgokat. Először azokat, amiket Einstein elmélete megmagyarázott a már ismert tények közül. Ugye a gravitáció oka, a súlyos és tehetetlen tömeg egyenértékűsége, erről már beszéltünk, a bolygópályák elfordulása, vagy egy nagyon szépen alliteráló szókapcsolattal szokták ezt perihélium precessziónak nevezni. Arról van szó, hogy az általános relativitás elmélet első közelítésben egész pontosan a newtoni törvényeket adja vissza, de egy picit pontosabban kiszámolva kiderül, hogy van egy kis eltérés. Annál nagyobb az eltérés, minél nagyobb tömegű test környékén vagyunk. Nos, ez a kicsi eltérés azt jelenti, hogy például, ha csak a nap meg egy bolygó lenne, akkor az az egyetlen egy bolygó se pontosan ellipszis pályán keringene, hanem az ellipszis pályának a nap közelpontja, itt van a legközelebb a naphoz, a nap közelpontja szépen odébb vándorol. Ezt nevezik perihélium precessziónak. Ez ismert volt, hogy a Merkur 43 ívmásodperccel odébb fordul a pályája évszázadonként. Hát ez nem valami nagy elfordulás, de az akkori méréstechnika már ismerte. Einstein az egyenleteiből levezeti, hogy ennek így kell lennie. Azt is levezeti, hogyha lenne a Merkurnál közelebb keringő bolygó a naphoz, ott még jelentősebb lenne ennek a hatása. Ma már más bolygórendszerekbe ismerünk ilyeneket, és ott ez tényleg lényeges. Ez Einsteinnek a korában csak egy érdekes tény volt, ami a nagyon pontos bolygópályaszámoláshoz kellett, de az elmélet jóságát igazolta. Már azonban kiderült, hogy a nagyon pontos műhold pályaszámításnál,
Például a helyzet meghatározó műholdak pálya számításánál ott is figyelembe kell venni, ott is nagyon pici ennek a hatása, de szükséges ennek a figyelembe vétele, hogyha teljesen pontos GPS jel értelmezést akarunk a hétköznapokban. Szóval ez azóta már a műholdak esetén is sokszorosan igazolva lett, hogy ez tényleg így van. És aztán voltak olyan furcsa következményei a relativitás, az általános relativitás elméletnek, amik első pillanatban hihetetlenül hangzanak. Az egyik, amit nagyon hamar Einstein elméleteinek közzététele után igazoltak is, a fény gravitációs elhajlása. Az általános relativitás elméletből kiderült, hogy egy nagy tömegű test mellett a fény elhajlik úgy, mint hogyha vonzaná a fényt mondjuk a nap. Megjegyzendő, hogy abban az időben volt több gravitációs elmélet is, némelyik adott is ilyen eredményt, például Newtonnak az, abból az elképzeléséből, hogy ha fényt golyócskáknak tekintjük, amik C sebességgel röpülnek, abból is adódik egyfajta fényelhajlás, de Einstein elmélete egy más mértéket adott erre. 1919-ben, tehát 4 évvel az elmélet közvetétele után bekövetkezett egy napfogyatkozás, amire egy csillagász csapat hősiesen elment Afrika közepére, dzsungeleken szeltek át meg minden, az általános relativitás elmélet kedvé, igazolásának a kedvéért, mert onnan látszott a napfogyatkozás, és napfogyatkozáskor megfigyelték, lefényképezték, hogy a hold által kitakart naphoz nagyon közel látszó csillagok tényleg eltolódtak egy picit, mert a nap gravitációs tere módosította a csillagok irányát. Ugye azért kellett ez napfogyatkozás, mert normál esetben a napfénye annyira erős, hogy a mellette látszó csillagokat nem tudjuk észlelni a nap nagyon erős fénye miatt. 1919-ben ezt már igazolták, persze akkor még csak egy icipici eltolódás volt a csillagok esetében, mára sokkal erősebb távcsövekkel, amikor távoli, nagy tömegű objektumokat figyelünk, például galaxisokat, akkor ez a gravitációs lencsehatás, ez sokkal jelentősebb. Itt egy olyan ábrapár van feltüntetve, amin a bal oldali az eredeti fénykép, a Hubble Space Telescope-nak a fényképe, és kiderül, nézzük csak, például ilyen furán eltorzult galaxist látunk. Itt is van egy furán eltorzult galaxis kép. Kiderült, hogy ezek valójában nagyon távoli galaxisok, aminek a képét egy közeli galaxis, ez itt, lencseként nagyítja, csak hát ez nem tökéletes lencse, mert nem Descartes tervezte az alakját, és ezért torzít is ez a lencse, de kétségtelenül igaz, hogyha nézzük ezt a jobb oldali ábrát, itt van a Föld, itt van a közelebbi galaxis, itt pedig egy távoli galaxis halmaz látható, és ennek a közelebbi galaxisnak a gravitációs hatása görbíti a fényt, ilyen módon, és az is előfordulhat, hogy egy távoli galaxis képe megkettőződve látszik a Földről nézve. Ezt számtalan esetben nagyon nagy precizitással lefényképezték már azóta, és azt kell mondani, hogy az általános relativitás elmélet tökéletesen leírja ezt a hatást. Megjegyzés, ezt ki lehet arra is használni, hogy a nagyon-nagyon távoli galaxisoknak a fényét, ez föl is erősíti, ha szerencsés irányban állnak, és így olyan távoli galaxisokat is megfigyelhetünk, amit amúgy nem tudnánk. Aztán a következő furcsa következmény a gravitációs időlassulás és késés. Kiderült, hogy minél erősebb gravitációs térben vagyunk, annál lassabban telik az idő. Kísérletileg ezt már ellenőrizték, legelőször csak csillagászatilag kiderült, hogy vannak olyan csillagok, amiknek a felszínén a gravitáció sokkal-sokkal erősebb, nem a földinél, hanem még a nap felszíni gravitációnál is sokkal erősebb az ottani gravitációs gyorsulás mértéke, és kiderült, hogy ezeknek a fénye egy picit a vörös irányba, azaz az alacsonyabb frekvenciák felé tolódik el, mert lassabban ketyeg ott az idő,
és lassabban rezegnek az atomok is, mondhatni, hát jó, ez egy kicsit olyan költői volt. Tehát minden, ha lassabban megy az idő, akkor egy ugyanolyan típusú atom alacsonyabb frekvencián, azaz vörösebb, vörösfele eltolódó fénybe fog sugározni. Aztán később, a 70-es években atomórákkal is igazolták, hogyha egy atomórát magas épületbe viszek fel, vagy leviszek mélyre, a föld mélyére, akkor azok között eltérés. Ez egy nagyon csekély eltérés. De emellett még az is igaz, hogyha csak erős gravitációs térben halad át egy elektromágneses hullám, akkor kicsit késik az ideje. Ezt úgy sikerült kísérletig igazolni, hogy például egy olyan űrszonda, ami elmegy a Vénusz mellett, amikor éppen belépne a Vénusz szakarásába, akkor a Vénusz mellett még az utolsó pillanatban, ami idején rádiójel a Földre, az kiderül, hogy egy kicsit késik. Kicsi, de kimérhető mértékben késik. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy az általános relativitás elméletnek ilyen furcsa következményei, hogy a gravitációs tér lassítja az idő múlását, ez valóban igazolódik. Aztán Einsteinnek az egyenleteiből az is kijött, hogy vannak hullám jellegű megoldásai is az Einstein-féle egyenleteknek. Ugye emlékezzünk, a Maxwell egyenleteknek is voltak hullám megoldásai, ezek az elektromágneses hullámok, például a fény vagy a rádió hullám. Nos, Einstein természetesen, amikor fölírta az egyenletét, egyből megvizsgált, hogy van-e ennek hullám megoldás, és kiderült, hogy van, fénysebességgel terjedő hullámok keletkeznek. Csak vigyázat, ez nem valaminek a hullámzása, hanem a téridőnek a hullámzása. Ezért nem olyan könnyű kimérni, ez nem egy hang vagy egy fény, hanem úgy nyilvánul meg, hogy például leteszek két testet egymástól egy adott távolságra, és ha nagyon precízen vizsgálom a távolságukat, akkor ha egy gravitációs hullám halad át ezen a rendszeren, akkor a két test távolsága periódikusan elkezd változni a hullámzás miatt. Nagyon sokáig ezt nem sikerült direktbe kimérni, és sokáig csak indirekt bizonyíték volt. Kiderült, hogy nagyon szoros kettős csillagok, itt az animáció is egy szoros kettős csillag gravitációs hullámait ábrázolja. Azt képzeljük, hogy itt középen van kettő nagy tömegű csillag, ami egymás körül kering nagy sebességgel. Na, az e-féle testek azok, amik gravitációs hullámokat keltenek, nagy tömegű, nagy gyorsulású testek kellenek, hogy mérhető gravitációs hullám forrás jöjjön létre. Nos, szóval a szoros kettős csillagoknak először ugyan nem tudták kimérni direktbe a gravitációs hullámait, de azt igen, hogy a keringési ideje az fokozatosan csökkent, méghozzá azért, mert a gravitációs hullámok energiát vittek ki ebből a rendszerből, és ezért egyre közelebb és közelebb került egymáshoz a két égitest. Ez például sikerült kimérés, ez egy közvetett bizonyíték volt. A közvetlen kimérésre lényegében egy évszázadot kellett várni, mert csak eszméletlenül pici atomméretnél kisebb hullámzást okoz, ha csak nem ott vagyunk egy gravitációs hullámforrás közelébe, de ez nem ez a helyzet. Végül is 2015-ben sikerült kimutatni először kísérletileg a gravitációs hullámokat a LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory néve, hát LIGO angolosan. Ez gyakorlatilag nem más, mint egy hiper-super Michelson interferométer. Itt az egyik LIGO publikációból mutatom az onnan kivett ábrát. Nézzük csak, hogy mit láthatunk itt. Itt van egy fényforrás, egy beam splitter, tehát egy nyalábosztó tükör, ami egy részét fölfele veri, másik részt ebbe az irányba megy. Aztán itt még két tükör között, két teszt tömeg között itt-ott pattogtatják, hogy minél hosszabb legyen a fényút, aztán visszajön, és végül is itt lent érzékeljük ennek a jelét. Hát ez egy Michelson interferométer, csak egy kicsit fölturbozva.
Hát a kicsi fölturbózás az nagyon enyhe kifejezés. Egyrészt az eredetinek 4 kilométeres hosszúságú karjai voltak. Mike Enzo megnyalná a 10 ujját egy ilyen berendezéstől. Ugye ő is szeretett nagy berendezéseket építeni később. Aztán itt még a 4 kilométert megtöbbszörözik azzal, hogy itt többször össze ide-oda veretik a fénysugarat. Nagyon nagy erősségű, nagyon nagy teljesítményekről van itt szó, ahhoz, hogy ki lehessen ezt mérni, és nagyon precíz elektronikával mérik a bejövő fotonokat. Rengeteg probléma van, amire itt ebben az előadásban nem tudom kitérni részletesen, csak megemlítem, például nagyon precízen kell megépíteni, nagyon precíz lézerek kellenek, aztán mindenféle környezeti zajtól, beleértve a mikroméretű földrengéseket is, meg kell szabadítani a jeleket, mert a legkisebb földrengés is meglátszik ezeknek a jelén, azt külön érzékelők mérik, és azt levonják ebből a jelből. Szóval a mérés technika zseniális, amit megvalósítottak, de sikerült 2015-ben az első gravitációs hullámészlelést lefolytatni ilyen nagyon szoros kettős csillagokkal kapcsolatosan. Sőt, eleinte két részből állt, később egyre több berendezés csatlakozott szerte a Földön ehhez, mert ha több berendezéssel is mérik a gravitációs hullámokat, akkor meg tudjuk mondani azt is, hogy milyen irányból jöttek, és több információt is lehet róluk szerezni. Ez most a csillagászat egyik reménye, hogy ebből az ilyen mérésekből olyan dolgokat tudunk meg az univerzumról, ami eddig zárva volt az emberek előtt. De, visszatérve az általános relativitás elméletre, Einstein egyenletéből kijött, és mintegy 100 évvel később sikerült kísérletileg igazolni. Aztán az egyéb eredmények között itt vannak olyan misztikus dolgok, aminek feltehetően a hallgatóság nagy része nem is hallotta még a nevét. Erre nincsen hétköznapi szó, ez a geodetikus precesszió és keretsodródás. Angolul frame dragging, meg geodetic effectnek nevezik. Miről van szó? Arról van szó, hogy a görbült téridőben nem tudok egyenesen menni. Az azért egy kicsit túl egyszerűsítés volt. Ugye bizonyára ismerik önök, hogy a giroszkóp egy olyan berendezés, amiben valami pörgetjük nagy sebességgel megpörgetnek, és az ilyen pörgetjük szeretik megtartani a forgástengelyüknek az irányát. És azt csinálták meg, 2004 és 2005 között repült ez a Gravity Probe B nevű űrszonda, hogy beletettek egy nagyon precíz fémgolyót, amit óriási sebességgel megpörgettek, folyékony héliumba úszott ez az egész azért, hogy surlódásmentesen tudjon pörögni, és a fény hullámhossza töredéke méretű hibák voltak, csak megengedettek ezen az acélgolyón, amit megcsináltak. De megcsinálták, hogy egy műholdra föltettek egy ilyen kis acélgolyócskát, óriási sebességgel megpörgetve, mint egy giroszkópot, és azt vették észre, hogy a sok-sok keringés alatt szép lassan a tengely mégiscsak elfordult. Méghozzá épp olyan mértékben, ahogy azt az általános relativitás elmélet megjósolja. Ennek a tengelyfordulásnak két komponense volt. Egyrészt az, hogy ha a Föld nem forogna, akkor is a görbült téridőben, ahogy vinnénk ezt az egy irányba mutató tengelyt, a görbület miatt egy picit odébb rendeződne. Másrészt pedig a Föld, ahogy forog, kicsit magával ragadja a téridőt. Úgy képzeljük el, hogy amit mutattam előbb azt a gumilapos hasonlatot, hogyha a középső golyó még forog, akkor egy kicsit tekeri magával a környező téridőt, ez is okoz egy kis hatást. No, sikerült kimérni. És ez a tudósok egyik nagy megdöbbenése, hogy az általános relativitás elmélet legvadabb jóslatai is sokszor 80-100 évvel Einstein
munkája után igazolódnak. Aztán a fura következmények között meg kell említeni a fekete lyukakat, erről mindenki biztos hallott, ha más nem sci-fikből. Az általános relativitás elmélet azt mondja, hogy ha elég sok tömeget halmozok föl egy helyre, akkor a geodetikusok teljesen önmagukba fognak záródni, és azt jelenti, hogy fénysebességgel se juthatok ki egy bizonyos térrészből, azaz ebből a térrészből semmi nem juthat ki. Kicsit pongyolán fogalmazva, azt jelenti, hogy ha a szökési sebesség meghaladja a fénysebességet, akkor a fény se tud kijönni. Na, mi az a szökési sebesség? Minden bolygónak van ilyenje, például a Föld esetén 11,2 km per szekundum. Ha ennél kisebb sebességgel dobok el fölfele egy követ, akkor az előbb-utóbb visszaesik, de ha elérem a szökési sebességet, akkor végtelenül távolodni fog a kő, bár egyre lassabban a Földtől. Valójában Einstein előtt fölvetették ezt, hogy elvileg elképzelte olyan nagy tömegű égitest, aminek a szökési sebessége nagyobb, mint a fénysebesség, és akkor abból semmi nem jutna ki, de rendesen leírni csak a relativitás, az általános relativitás elmélettel sikerült ezt. Na most, hogyan lehet észlelni a fekete lyukat? Hát, hogyha precíz vagyok, akkor azt mondom, hogy sehogy, hiszen éppen az előbb mondtam, hogy magából a fekete lyukból semmi nem szökhet ki, még a fény se. Közvetlenül nem láthatók. Viszont a gravitációjuk az érzékelhető, és ez számtalan módon sikerült már észlelni. Például észleltek olyan kettős csillagokat, amelyeknek az egyik komponense nem látszik, pedig a másik láthatóan kering valami körül, csak az a valami az nem látszik, és amikor megmérték a pályaparamétereket, akkor kiderült, hogy olyan nagy tömegű dolog van ott, aminek, ha egy picit is sugározna, látszani kellene, csak fekete lyuk lehet. Aztán sikerült igazolni, hogy a mi galaxisunk a tejút közepén van egy kb. 4 millió naptömegnyi fekete lyuk, és e körül a legközelebbi csillagok néhány éves periódus idővel keringenek, és ezt sikerült közvetlenül megfigyelni több éves méréssorozattal. Itt nagyon jelentős például a pálya elfordulása, perihélium precesszió, illetve perigalaxium precesszió, mindegy most, tehát hogy elfordul a pályáknak a centrumhoz közeli pontja, meg egyéb hatások is, és kiderült, hogy ezek a csillagok a tejútrendszer közepi fekete lyuk körül egy az egyben mérés hibán belül úgy mennek, hogy azt az általános relativitás elmélet mondja. Aztán a gravitációs fényelhajlások is elárulja a fekete lyukakat néha, ugye amiről beszéltem. De ami a legérdekesebb talán, hogy ha itt van egy fekete lyuk középen, közelében egy csillag, akkor az kép, a fekete lyuk gravitációs tere képes a csillagnak a külső rétegeit elszívni, és hogy ez az anyag hullik bele, mielőtt még beleesne a fekete lyukba, nagyon összetömörödik, nagy sebességre gyorsul, ezért fölhevül, ezért mindenféle hullámhosszon láthatóban, rádióban, röntgensugárzásban, erős sugárzás bocsát ki, és meg tudunk ilyeneket figyelni. A leghíresebb ezek közül az egy galaxis közepén levő fekete lyukba hulló anyagnak a felhője, az M87 nevű galaxisba hulló fekete, M87 galaxis középpontjába levő fekete lyukba hulló anyagot sikerült egy nagyon különleges módszerrel lefényképezni. Ez a fénykép nem úgy értendő, hogy fogtak egy nagy tárcsát, és klik, fényképeztek egyet, hanem csak úgy lehetett, hogy rádiótartományban sok rádiótávcsőnek a jelét összedolgozták számítógéppel, mintha egy hatalmas rádiótávcsővünk lenne, és ebből ilyen interferenciás számításokkal kapták vissza, hogy hogy is néz ki a fekete lyukba hulló anyagnak a felhője. Ezek egészen friss dolgok, és kiderült, hogy teljesen Einstein elméletének megfelel ez az egész, ami itt van. Történeti megjegyzés, ez a dolog, hogy több távcső jelét lehet kombinálni egy hatalmas szintetikus távcsővé összehozva. Ezt ugye Michelson
vetette föl, és építették meg az első Michelson féle csillagászati interferométert, amivel akkor még az optikai tartományban tudtak lemenni a távcsövek felbontó képessége alá, és mondjuk nagyon közeli kettős csillagokat mégis szétválasztani. Úgyhogy azért visszaköszönnek a nagy ősök gondolatai. Nyilván ezek a rádiótávcsövek, ezek már teljesen más technikát képviselnek, mint Michelson idején, ami adott. Ami miatt a fekete lyukak híresek, az az, hogy ezek úgynevezett szingularitások, úgy mondják szépen, az egyenletek látszólag érvényüket veszítik, mert például végtelen nagy téridő görbületek adódnak körülöttük, vagy végtelenül lelassul az idő a fekete lyukhoz közelítve. És ez az emberek fantáziáját megfogja, és mindenféle skifikben szerepelnek ezek. Olyan skifikben, amik megpróbálják magukat komolyan venni, meg olyanok, amik csak tök poénra veszik az egész dolgot. Ugye ez utóbbira példa, ugye a Thor 3, amikor átrepültek egy fekete lyukon, és mondták, hogy ez erős űrhajó kell, nem lehet akármilyen gagyi űrhajóval átrepülni. Aztán más filmekben megpróbálják kidumálni látszólag komolyan, hogy lehet mégis egy fekete lyukba berepülni, meg kirepülni, de azt kell mondani, hogy ezek mind-mind hülyeségek, akármennyire próbálnak komolyan is beszélni, ugyanis a fekete lyukhoz közelítve nem csak, hogy lelassul az idő, de végtelenhez tartanak az úgynevezett árapályerők, amik mindent szétszednek. Nem, hogy az űrhajót szednék darabjaira, hanem még szétszednék a molekulákat. Molekulák atomjait is egymástól elszakítanák, mert ahogy közelítünk a fekete lyuk úgynevezett eseményhorizontjához, nem csak, hogy nagy lesz a gravitációs erő, hanem nagyon kis téren, nagyon jelentősen megváltozik. Például, ha itt egy golyócska, akkor a fekete lyukhoz közeli részét nagyon vonza a fekete lyuk, a távoli részét még csak egy kicsit vonza a fekete lyuk, és ez egy összességében egy szétszakítást eredményez, és a végtelenig nő ez az árapályerő is, amikor közelítünk. Tehát nyugodjunk meg, nem lesz olyan, hogy belerepülünk űrhajóval fekete lyukba, és onnan kirepülünk, de persze attól még élvezhetők az erről szóló mindenféle történetek. Aztán persze itt az elméleti fizikusok nagyon vizsgálják ezt, itt majd a kvantummechanikába is visszatérünk erre a kérdésre, hogy a végtelen az mindig gyanús, ha a végtelen dolgok jönnek ki egy fizikai elmélet, akkor gyanús, hogy ott valami más fizikai effektus is szerepet fog játszani. Például beszélnek a fekete lyukok párolgásáról, hogy ott esetleg valahogy valami kvantummechanikai hatással mégiscsak ki tud anyag szökni a fekete lyuk belsejéből, de az egy, ha igaz is ez, akkor is az nem egy struktúrált anyag lesz, nem olyan, hogy belerepülünk, meg kirepülünk szépen onnan. És utolsó megemlítésként, utolsó témaként azt említem meg, hogy Einstein általános relativitás elmélete írja le az univerzum felfúvódását is. Ez egy külön történet, nem tudom, hogy a fél évbe jut-e erre idő az univerzum megismerésének a történetére. Tudjuk, hogy az univerzum tágul csillagászati mérésekből. Einstein ezt eleinte idegesítette, mert Einstein azt hitte, hogy az univerzum állandó állapotú, tehát, hogy nincs ilyen, hogy 14 milliárd éve keletkezett volna a világmindenség, és akkor egy robbanásszerű eseményben elkezdett fölfúvódni. Szóval Einsteint idegesítették ezek a dolgok, és azt gondolta, hogy az univerzumnak öröktől fogva valónak kéne lenni, viszont az egyenleteinek nincs ilyen megoldása. Ezért kiegészítette mesterséges taggal ezt az egyenletet, amit utólag a szakmájának a legnagyobb szakmai életútjának a legnagyobb tévedésének titulált Einstein, és aztán nem is volt erre nagyon szükség, mert kiderült, hogy az univerzum tényleg nem állandó állapotú, hanem fölfúvódik. Mára már biztosak lehetünk az univerzum tágulásában, egyre több csillagászati mérés egyre jobban pontosítja, hogy hogyan is következik ez be, de a részletekben még sok meglepő felfedezés várható.
Például úgy tűnik, mintha nagyon-nagyon nagy távolságokon, és most itt a mi galaxisunk méretének a sokszorosa távolságot kell érteni, itt a milliárd fényév távolságokat kell érteni. Szóval igen nagy távolságokon lehet, hogy a gravitáció taszító hatásúvá válik. Vannak erre jelek a csillagászati mérésekben, és ha ez igaz, akkor Einstein egyenletét mégiscsak módosítani kell. Ez az egyetlen terület, ahol úgy tűnik, hogy a megfigyelési adatok az Einstein-féle általános relativitás elmélettel nincsenek teljes összhangban. Ezért is kutatják, mert a fizikusok szeretnének valami jobbat mondani, mindig szeretnek jobbat mondani. Már csak az is, mert az általános relativitás elmélet hiába fantasztikus sikereket ért el a gravitációs jelenségek megmagyarázásánál, most visszalapozok azokra az oldalakra, ahol az átrel sikereiről számoltunk be, hiába sikeres, nem fér össze a másik nagy elmélettel, a kvantummechanikával, amiről majd később tanulunk, és csak úgy lehetne a két egyenletet két elméletet, kvantummechanikát és az általános relativitás elméletet hegeszteni, hogyha korrigálnánk őket. Nos, zárásul néhány összegző gondolat, néhány tanulság. Döbbenetes, hogy Einstein fölépített logikailag egy elméletet, hogy erre, hogy a gravitáció és a gyorsulás egymástól megkülönböztethetetlen, megkereste a legegyszerűbb egyenletet, ami a téridő görbületét írja le, és az jónak bizonyult, és olyan dolgokat mondott meg előre, amik meglepőek, és nem is gondoltak rá, tehát nem csak utólag megmagyarázta a megfigyelési tényeket. Szóval olyan például a geodetikus precesszió, meg a keretsodródás, vagy a gravitációs hullámok. Ezekre előtte nem gondoltak mások, de kijött. Einsteinnek van egy ilyen mondása, hogy az univerzumban az a legérthetetlenebb, hogy érthető. Ez tükröződik itt, hogy ha összehozunk egy jó kis elméletet néhány jelenség megmagyarázására, az nagyon sokszor kiderül, hogy amennyi jelenséget megmagyaráz, annak a többszörösét előre megjósolja, és az tényleg úgy is lesz. Kiderült, hogy olyan matematikai elméletek, amire sokan csak azt mondták, hogy ja, hát ez hülyeség, minek ilyennel gond egyáltalán foglalkozni, tudnék, a nem euklidesi geometriák, ezeknek igenis van gyakorlati alkalmazása. Az, hogy Bolyai elkezdett szöszmötölni az ötödik posztulátummal, és aztán fölállított egy teljesen új geometriai elméletet, ez abban a pillanatban öncélú matematikai szórakozásnak tűnt, de ma már az általános relativitás elméletet például a GPS műholdak pontos pályaszámításánál is kihasználják. Persze többszörös az áttét ezek között, de ugye Bolyai, aztán jöttek Riemannék, akik kidolgozták az egyenleteket. Aztán jött Einstein, aki rájött, hogy ezeket az egyenleteket hogy lehet a fizikára alkalmazni. Aztán kiderült, hogy a világ sokszor nagyon máshogy néz ki, mint gondoljuk. Például ilyen furcsa dolgok vannak, és itt Mach gondolata köszön vissza. Az anyag eloszlása határozza meg a tér és az idő geometriáját. Az anyag eloszlása határozza meg azt, hogy mi is az inercia rendszer például. Einstein általános relativitás elmélete hihetetlenül sikeres. Meglepő dolog, de sok fizikust ez zavar. Egy megjegyzés, sokan az újságírók, meg a mindenféle fotel okoskodók azt hiszik, hogy a fizikusok azok a begyöpösödött dogmatikus emberek, akik a Szent Einstein elméletét nem hagyják, hogy bárki bántsa, és minden áron megvédik. Ez tiszta baromság. Pont annak örülnének a fizikusok, hogyha végre lenne egy olyan megfigyelés, ami ellentmond az általános relativitás elméletnek, mert akkor rájönnék, hogy merre lehet továbbfejleszteni ezt az elméletet. Ezért a fizikusok valójában már egy picit zavarba vannak, hogy mennyire jól bejönnek Einsteinnek a jóslatai. A
legelső próbálkozás lényegében a téridő görbület leírásával, mint a gravitáció okának a megadásával, Einsteinnek ez az elmélete azóta is szállítja azokat a dolgokat, amiket csak most tudunk igazolni, például a gravitációs hullámokat, vagy a keretsodródást, és amik egyáltalán nem következnek a józanészből, hogy ezeknek lenniük kellene. Mindeközben, amit már említettem, az általános relativitás elmélet nem fér össze a kvantummechanikával, erről majd később beszélünk, és ezért zavarban vannak a fizikusok, hogy akkor ez a két nagy elmélet, ez hogyan hozható össze, hogy összejöjjön. De az biztos, hogy az általános relativitás elmélet fantasztikusan sok jelenséget jósolt meg előre, amit abban az időben nem is gondoltak, ezért egy nagyon jó elmélet, és valószínűleg még sokáig velünk lesz, és sok hasznot hoz, hogy ezt ismeri az emberiség. Köszönöm a figyelmet!